figyelnek az egészséges életmódra, számukra már nagyon sok lehetőség van. Azt most nem mondhatom, hogy mindenkinek két ilyen úriember tud főzni, és a napi menüt így tudják tálalni, ez csak a kiváltságosoknak jár, de meséljetek egy kicsit arról, hogy akinek fontos az egészséges táplálkozás, szeretne kicsit odafigyelni, és mondjuk a nagyvárosi élet mellett iroda, munka, gyerekek, család, nincs annyira ideje, milyen lehetőségei vannak? Ma már hála Istennek van opciós, van lehetőség olyan szolgáltatást igénybe venni, aki a teljes napi étkezését célorientáltan, személyre szabottan elkészíti neki. Mesélj kicsit arról, hogy mi fog itt most készülni. Jelenleg a mi speciális desszertünket készítjük, ami magas fehérje tartalmú, alacsony glikémiás index és alacsony szénhidrát tartalmú desszert, ami egy nagyon jó reggelit és vacsorát kiváltó desszertféleség, illetve édesség. Amit képzi az alapját, ugye az rizs, rizskása fehérje, teljesavó fehérje, zsírszegény krémtúró és mascarpone sajt. Közben tétlennek érzem magam, egy kicsit besegítetek, és elmondhatom, hogy valakinek az ebédjéhez én is hozzájárok. Az nem egy előítélet, de viszonylag, ha csak nem séfekről van szó, ritka, hogy a férfiak ilyen otthonosan mozognak a konyhába. Rátok nézve az nem volt nehéz megsatszolni, mind a ketten edzőként dolgoztok. Igen, igen. Hogyan indult ez az egész, hogy ti ilyen otthonosan vagytok már a konyhában? Hát ugye 12 évet töltöttünk el igazából versenyszerűen a testépítés, mint sportágban. Azt figyeltük meg, hogy mi is edzőként akkor tudtunk igazán eredményesek lenni a vendégeinkkel, amikor nem csak az edzőteremben, hanem azon kívül is volt ráhatásunk, főleg a táplálkozásukra. Elég gusztán néznek ki, mit készítettünk. Jó, most menőzök, mert én 3 darab próréhagymát aprítottam igen, föl, igen, igen. De mi készült itt ma? Hát gyakorlatilag a 3 főétkezésünk az most gyroszosan elkészített csirkemelfilé. A szénhidrátkölet az ugye a diéta szabályoknak megfelelően basmati rizs, talán már előzőekben mondtam, illetve bulgur rotálva. Ez a szénhidrát típusának, tulajdonságának a keverésével egy még jobb és még alacsonyabb glikémiás indexet fogunk elérni. Tehát ez egy tökéletes diéta szabályoknak megfelelő összeállított étel. Azt ugye önök se gondolták, hogy ebből nem viszek haza egy kóstolót, vagy mondjuk 2.